egy év telt a No Man's Sky megjelenése óta, és ti is tapasztalhattátok az előző podcastjainkban, hogy milyen mély nyomot hagyott bennünk, de főleg bennem, Ákos erős ember, Sean Murray álmokfutása. Most azonban három patch-el később úgy éreztem, ideje egy esélyt adni a játéknak, úgyhogy 60%-os leállítást meglátva be is húztam a cuccot. Az ismerkedésünk 1 óra 55 percig tartott, mert ennyi idő után vált számomra világossá, hogy vissza fogom kérni a játék árát, és ugye ez 2 óráig lehetséges, hogyha 2 óránál kevesebbet játszottál vele. A No Man's Sky ugyanis egy alapvetően hibás koncepcióra épült, amit aztán egy alapvetően hibás frissítéssel még rosszabb irányba mozdítottak el. Félre ne értsetek, nem akarom elvitatni a patch-ek érdemeit, ténylegesen mélyítették, bővítették, javították a játékot. Láthatóan jobban fut, elvileg érdekesebbek a bolygók, van sztori meg küldetések, szóval már majdnem olyan, mint egy rendes játék megjelenéskor. És minden csak egy év kellett? Azt persze zárójelben azért megjegyezném, hogy nekem rögtön egy crash-re indított a cucc, meg hát 3 állattal találkoztam, és mind ugyanúgy nézett ki, csak más méretben, de ez elhanyagolható, mert egyszerűen javítható. Sokkal nagyobb probléma van az alapvető játékmechanikában, és hát mondjuk úgy egy koncepciós önellentmondásban. Kezdjük az előbbivel. Alapvetően a játékmenet még mindig unalmas, nem is dögunalmas. Az egy dolog, hogy folyamatosan N-sugarú körben mozgunk a hajón körül, hogy összeszenvedjük a szükséges nyersanyagokat, mert ez egyébként borzasztó dolog, hiszen 95%-ban csak kutyagolunk a végtelenbe is tovább, de nem ez az alapvető probléma, hanem a nyersanyag és eszközmenedzsment. Arról van szó, hogy már egy early game-ben van 4, ami folyamatosan merül, és így folyamatosan tölteni kell. Ezek az űrruhánk, az űrhajónk tankja, a multi-tool, vagy multi-tool, amit arra használunk, hogy ugye mindenre, ezért multi-tool, és most kapaszkodjatok, egészen agyibasztó módon az életünk. Szó szerint folyamatosan megy le az életerőcsík, ha nem egy helyben állunk. Ne kérdezzétek, hogy miért hal bele egy űrhajós 5 percnyi sétába, de tény, hogy belehal, ha csak nem eszünk a piros bokrot, vagy nem kraftolunk 2 nyersanyagba egy izé cuccot. Nem tudom, melyik zseni találta ezt ki, de alapvetően öli meg a játékot. Aztán lehet azt mondani, hogy a Minecraftban is van éhségindikátor, de először is sokkal lassabban csökken, másodszor meg sokkal egyszerűbb az újratöltése. Szóval ennek a 4 óra töltendő dolognak köszönhetően a fejlődés siga lassú, mert a kibányászott nyersanyagok egy jelentős része nem visz előre, csak segít, hogy ne érjen véget a játék. Számomra rejtély, hogy ez kinek a zseniális ötlete lehetett, miért nem verték azonnal fejbe, és hogy nem sikerült 3 perc óta kihajítani az egész játékmechanikát a francba. A másik gondra úgy hivatkoztam, mint koncepciós önellentmondás, és ezért a Foundation Update a felelős. Alapvetően arról van szó, hogy behoztak bázisépítést egy olyan játékba, ami a felfedezésre épül. Érted? Itt van a baszomnyi méretű univerzum, tessék, fedezd fel, de amúgy meg telepedj le ezen a bolygón és építs bázist. WTF? És a játék kifejezetten számít rá, hogy te majd farmokat építesz, meg bányákat, meg mit tudom én, mert onnan dől alé, ami meg elég fontos dolog, főleg, hogy most már elvileg egy élő lélegző gazdasági rendszer is került a játékba. Őszintén nem értem erre mi szükség volt, ha csak az nem, hogy a készítők látták, mennyire menő a bázisépítés a játékokban, és ők is akartak maguknak egyet. Szóval én félre tudnám tenni a No Man's Sky minden hibáját, mert amúgy lenne mit. Az irányítás borzalmas, az űrutazás teljesen illúzió romboló az orrom előtt megjelenő mindenhol jelenlévő aszteroidák és az elképzelhetetlen sebességeffekt miatt, aztán az állatok meg a növények azok ugye olyanok, amilyenek, és a crafting is nagyjából arra épül, hogy csinálni kell egy hajtóművet, hogy gyorsabban menj, ahhoz kell egy turbinához kell 20 cső, egy csőhöz kell 50 vas és 100 szén, hajrá, majd szója kész. Nem jutalmazó, nem izgalmas, és főleg nem intuitív. De mondom, mindezt én félre tudnám tenni, de itt van ez a 2 nagy kavics a cipőmben, és így nagyon fájdalmas a járás. Talán jövő ilyenkor adok neki majd még egy esélyt.